új oktatási központ Berkeszen. Varni, agyagozni tanulhatnak, de a számítógépekkel is megismerkedhetnek hátrányos helyzetűek. Új magyar fehér bot. Szinte ingyen juthatnak hozzá a fejlesztéshez a vakok és gyengénlátók. Idős utazás. Különleges világba hívja a nézőket a Móricz Zsigmond Színház új előadása. Innovációs oktatási és közösségi központot adtak át Berkeszen. Az intézmény a Vai Kastély egyik szárnyában kapott helyet. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Tőr István Képző és Kutató Intézet új centrumában oktató és közösségépítő munkát végeznek majd a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatásáért. Az ország 94 hátrányos helyzetű kistérségében, mintegy 17 helyszínen, köztük Berkeszen épültek új innovációs oktatási és közösségi központok. Ez egy digitális iskolaérettségre felkészítő eszköz, ami érintőképernyős. Hangutasításokkal méri fel a gyerekek képesség és tudás szintjét. A Berkeszi Fejlesztő Centrumban műhelyeket alakítottak ki, ezekben fejlesztő eszközöket helyeztek el. Itt lehetőség van főzésre, mosásra, varrásra, agyagozásra és szövésre is. Az egyik terembe 16 informatikai oktatásra alkalmas számítógépet szereltek be. Minden olyan dolgot befogadunk, amelyik segíti az itt élőknek és a környéken élőknek az élethelyzetét, hogy pozitív irányba változzon. Szeretnénk az esélyeket növelni a munkához jutásban, a tanulásban, a képességek fejlesztésében, és lényegében nullától egész élet végéig kínálunk majd szolgáltatásokat. A fejlesztő központot a Nemzeti Fejlesztési Miniszter adta át. Seszták Miklós beszédében azt hangsúlyozta, hogy a kormánynak nemzetstratégiai célja az ország helyi közösségeinek erősítése. A TIOP programnak pont ez volt a lényege. A nehezebb sorsú, a munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő térségekben hasznosítsuk, és korszerű képzési centrumokat hozzunk létre. Elmondták előttem, hogy 17 ilyen központ létesült, 8,9 milliárd forintból, és a Berkeszi Kastély, mint több más helyszínen, 390 millió forintból újulhatott meg. A központot ugyanis a Berkeszi Vai Kastély egyik szárnyában alakították ki. A mintegy 4000 négyzetméter alapterületű műemlék épület egy része így megújulhatott. Sokáig megyei önkormányzati tulajdonban volt az épület, a 90-es évek elejétől gyermekgondozási központ működött itt a Szám Parkban, lakásotthonok. Nagyon fontos, hogy ez a nagyértékű műemlék részben megújult, és hát remélhetőleg tovább folytatódik ez a fajta megújulás értékmentés, hiszen egy nagyon értékes műemléki épületről van szó. A központban az átadó ünnepség után egy időszaki kiállítást is megnyitottak Sebő Kréka és Vári Zsolt alkotásaiból. Új magyar gyártású fehérbotot irattathatnak fel maguknak a vakok és gyengénlátók szemész szakorvosuknál. Nem kerül sokba a látássérülteknek a bot, mert a TB 98%-ban támogatja. Az eszközt ma mutatták be Nyíregyházán. Ez egy merev fehérbot, tulajdonosa évek óta használja. Ez egy másik összecsukható fehérbot, a segédeszköz a toldalékoknál eléggé kotyog. Ez pedig már az új magyar gyártású bot, ami sokkal stabilabb és nem is drága. Mivel gyógyászati segédeszközről van szó, ezért a személy szakorvos írhatja fel, költségvonzata minimális, mert 98%-os támogatottsága van a társadalombiztosítás részéről, illetve közgyógyellátás igazolvánnyal rendelkezők ingyenesen jutnak ezekhez a botokhoz. A hétköznapokon nem csak a fehér botot, hanem például nagyítókat is használnak a látássérültek. Nem csak egyszerű nagyítók, hanem különleges nagyítók is segíthetik a gyengénlátók mindennapjait. Ez a nagyító például azért is különleges, mert hogy lehet állítani rajta kontrasztot, ezen kívül pedig az is elérhető például, hogy soronként olvassanak a gyengénlátók, illetve, ha visszaállítom, a betűméretet is tudom jócskán nagyítani, vagy éppen csökkenteni. Megjött az új munkavezető.
Senki se tehet róla, hogy azon nyomban kinevették. Ez pedig a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének stúdiója, éppen egy önkéntes olvas fel itt, a hangot a stúdió vezető rögzíti. Ide önkéntes felolvasók járnak főleg dolgozni, akik felolvasnak látássérülteknek különböző kiadványokat, az Egyesület kiadványait, információs leveleket, betegtájékoztatókat, eszközök használati utasítását, vagy hangos könyveket, mert hogy a látássérült emberek legtöbbje a fülön át tudja befogadni az információkat. A stúdióban egy különleges nyomtató is helyet kapott. Ez egy Braille nyomtató, pontírás nyomtat, a Vakok speciális írását, annak az apropójából, hogy holnap lesz az országos Braille olvasás versenyünk. Nézzük, hogy hogyan működik akkor ez a szerkezet. Kiadom neki a parancsot. Egy kicsit nagy a hangja. A nyomtató és a stúdió a Megyei Egyesület új akadálymentesített központjában található Nyíregyházán. Az István utcai központban ingyenes tanácsadást is biztosítanak a vakoknak és gyengénlátóknak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 5000-en élnek látássérüléssel. Let's clean up Europe! Ez a jelmondata idén a Teszed akciónak. A megyei önkormányzat is csatlakozott a kezdeményezéshez. A sóstói erdőben szedték a szemetet. Regisztráció a terepen és indulhat a szemétszedés. Az eső ellenére többen csatlakoztak az akcióhoz. Mit találtatok, mit szedtetek össze? Hát nagyon sok műanyag dolgot ezen kívül, még nagyon sok cigicsiket, ami elég borzasztó, hogy az erdőben ennyi található, és sörös dobozokat. Meg még hát nylon zacskókat, de az már keveset. De elég sokkal rosszabbra számítottam, szóval ennek örülök. A megyei önkormányzat is csatlakozott a kezdeményezéshez, a közgyűlés elnöke ott volt az erdőben. Tavaszi nagy takarítás, egy háztartásban, egy családban is így van, egy családi házban. Így kell, hogy legyen a közterületeinken is, hogyha komfortosan, otthonosan akarjuk érezni magát, akkor legalább egy évben egyszer az olyan közterületeinkre is oda kell figyelni, amit talán rendezett formában nem takarítanak, vagy ha mégis, mint ahogy ezt a erdőt szerintem megfelelően karbantartja a nyíregyházi, akkor is lehet azért olyan hanyag emberekkel találkozni, akik eldobtak egy-egy szemetet, egy-egy hulladékdarabot, és ezt most összeszedjük. Magyarország legnagyobb önkéntes akciója a Teszed. Az immár 6. alkalommal megrendezett eseményre április 18-án évfélig lehetett jelentkezni. Let's clean up Europe, azaz tisztítsuk meg Európát, ez az idei jelmondata a Teszed akciónak. Immáron 6. alkalommal rendezik meg ezt az akciót, amelyre előzetesen 128 ezeren regisztráltak az országban. 2240 helyen gyűjtik a szemetet óvodások, iskolások, munkahelyi közösségek és fiatalok, barátok. A tavaszi nagytakarítás látványos környezetvédelmi megmozdulás, ami a környezettudatos gondolkodásmód népszerűsítéséért indult el, ugyanis a fiatalok nem sokat foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel. Őszintén megmondva szerintem nem sokat sajnos, amint szerintem változtatni kellene, mivel nagyon fontos, hogy változtassunk azon, hogy ugye ne romoljon tovább a maga a környezetünk. Szóval igen, kellene még többet foglalkozni a embereknek, a fiatalságnak ezzel az egésszel. Tavaly 2300 tonna, azaz 9000 köbméter szemetet gyűjtöttek össze az akció során. Bocsánatkérésre szólította fel a megyei Jobbikot Petneházi Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. A politikus azt mondta, megalapozatlan volt a Jobbik kijelentése, hogy nem megfelelően kezelték a sugárfertőzött eszközöket és bontási törmeléket a Józsa András Oktató Kórház sugárterápiás betonbunkerének lebontása után. Mint ismert, az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság a kórház 6000 négyzetméteres területén végzett méréseket még márciusban. Kiderült, sehol sem mérhető magas háttérsugárzási érték. Petneházi Attila szerint a Jobbiknak és Apáti Istvánnak is bocsánatot kellene kérnie a nyíregyháziaktól. Beteg emberek lelkét borzolták fel, a környéken élők nyugalmát borzolták fel. Azt hiszem, nem lehet másképp ezt nevezni, mint úgy, hogy elvtelen eszközökkel politikai tőkét kívánta kovácsolni.
A lakástámogatási rendszerre szükség van, és jó döntés volt az építőipart érintő áfacsökkentés. Az átgondolatlanul túl hamar bevezetett csok viszont felvitte a lakásárakat, és így hátrányos helyzetbe sodorta a családalapítás előtt állókat. Erről beszélt nyíregyházi sajtótájékoztatóján az MSZP megyei alelnöke. Csabai Lászlóné szerint a kormány így a fiatalok mobilitását és munkavállalási lehetőségeit is korlátozza. A gond az, hogy a kiskeresetűek, a fiatalházasok, akiknek nincsen családi támogatása, az még ebbe a rendszerbe se tud bekapcsolódni. Mert óriási terhet jelent számukra a hitelnek a felvétele. És hiányzik a lakástámogatásból egy nagyon fontos elem, ami korábban évekkel ezelőtt megvolt, és aztán a rendszerváltás után lecsökkent, vagy teljesen megszűnt, a bérlakás, vagy a lakbértámogatás. Több mint 250 millió forint pályázati forrást nyert el 283 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezet az idén. Erről beszélt csütörtökön Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára Mária Pócson. Az Emmanuel Zarándok Központban tartott tájékoztatón elhangzott, a megyében csaknem 1000 egyesület és alapítvány működik. Szeszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a civilek olyan területekre is eljutnak, ahova az állami vagy önkormányzati intézmények nem. Idén már nem csak Nyíregyházán, hanem Nyírbátorban és Fehérgyarmaton is működik civil információs központ. Fülöp Attila helyettes államtitkár azt mondta, ez a szervezet ingyenesen segíti az egyesületek munkáját. Minden megyében van egy úgynevezett civil információs centrum, aki az a plusz feladattal rendelkezik, hogy a megyében lévő szervezeteket segítenie kell, ha valakinek nem megy egy űrlap kitöltése, nem megy egy létesítő okirat módosítása, kíváncsi, hogy hol lehet pályázni forrásra, akkor kötelessége térítésmentesen ennek az egyesületnek segíteni. Régmúlt világba hívja vendégeit a Móricz Zsigmond Színház legújabb premierje. Az Idős utazás című darabból hamarosan ízelítőt láthatnak, de előtte nézzük a híradó további témáit. Szombaton Budapesten a MAFC otthonában lép pályára első osztályozó meccsén a Marsó Nyíregyháza. A párharc dönt arról, hogy melyik csapat maradhat jövőre is az élvonalban. Ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Ródi Gyula gimnázium csapata a 6. korcsoportos frisbi diákolimpia országos döntőjében. Kidőlt egy lakatlan ház homlokzati fala délelőtt Nyíregyházán a Luther téren. A tűzoltók, a mentők azonnal a helyszínre siettek. Gázszivárgás is volt az épületben, ezért a szolgáltatók lezárták a közműveket. A statikusok megvizsgálták a házat, majd úgy döntöttek, hogy körbe kell keríteni az épületet, és oda nem mehet be senki. Az idei évad utolsó premierje szombaton lesz a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A társulat egy kortárs szerző Egressy Zoltán művét, az Idős utazást mutatja be Szőcs Artúr rendezésében. A komikus helyzetekben bővelkedő előadás egy időgép segítségével repíti vissza 1952-be a szereplőket, ám ebből sok bonyodalom származik. Pali bácsi évek óta egy jól felszerelt időgépen ügyködik, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy a felesége, Veronika néni 60 évvel ezelőtt megcsalta. Lehet, hogy az így kipattanó szikra, vagy éppen a csillagok állása indítja be az egyébként használhatatlan szerkezetet, de Pali bácsi 1952-ben találja magát. A kérdés az, hogy mi a jobb? Megváltoztatni a múltat, vagy vállalni az életet úgy, ahogy van? Szőcs Artúr rendező, aki először dolgozott a nyíregyházi társulattal, nagyon kedvelte a szellemes történet próbáit. Talán ez a történet is olyan, hogy előbb-utóbb kiderül az, hogy minden úgy van jól, ahol eleve rendeltetett az embernek. Ha változtatni akarunk a múlton, akkor az szörnyű következményekkel jár, úgyhogy talán nem annyira jó, de így legalább nagyon vicces helyzetekbe keveredik, és mi nézők talán jót derülünk ezen. A 80 esztendős Pali bácsit, az időgép feltalálóját Puskás Tivadar alakítja. Az időutazás az egyrészt kíváncsiság a jövőre, másrészt megemlékezés a múltra. Aztán, hogy igazából azt boncolgatja ez a darab, komikusan, komolyan
helyzettől függően, hogy érdemes-e mindent visszakutatni, mindenről tudni. Vajon szerencsése, hogyha megtudnak olyasmit, amit talán nem is kellett volna, és akkor boldogabb marad az életük. A főbb szerepeket Puskás Tivadar mellett Szabó Márta, Kosik Anita, Tóth Károly és Illyés Ákos alakítják. A premier szombaton lesz a Móricz Zsigmond Színházban. Szombaton Budapesten a MAFC otthonában lép pályára első osztályozó meccsén a Malsó-Nyíregyháza. A párharc dönt arról, hogy melyik csapat maradhat jövőre is az élvonalban. A két nyert mérkőzésig tartó csatában a fővárosiaknál van a pályaelőny. Sitko Ernő együttesének legalább egyszer idegenben is nyernie kell ahhoz, hogy meghosszabbítsa első osztályú tagságát. Nem a mostani az első olyan párharc a két csapat között, amelyik az NB1-ben maradásról vagy az élvonalba jutásról dönt. 1994-ben az akkor B csoportból felfelé igyekvő nyíregyházi együttes alul maradt a MAFC-szal szemben. 2002-ben pedig az A csoportos búcsút jelentette a fővárosiakkal szemben elvesztett párharc az NKK számára. A következő évben visszakerültek a legjobbak közé, és azóta is ott játszanak a jelenleg kék cápák néven szereplő nyíregyházi kosarasok. Sitko Ernő szakmai igazgató reményei szerint harmadszor nem lépnek ugyanabba a folyóba. Csapata mellett szólhat az, hogy még ők hetek óta az osztályozóra készülnek, a korábban már a bennmaradást ünneplő MAFC-ot az utolsó fordulóban taszította a párharcba a Jászberény. Ilyen párharc előtt mindig keresjük azokat az okokat, hogy mi az előny és mi az, ami hátrányos lehet a számunkra, és mind a két fél megnyugtatja magát bizonyos indokokkal. Sajnos ezek az indokok semmit nem érnek, a legfontosabb az, hogy kinyeri meg a mérkőzést, és az dönt el mindent, de természetesen azért mentálisan ez mindenféleképpen nekünk pozitívum lehet. A MAFC egyszer már elhitte, hogy ők bent maradtak az A csoportban, ez a középszakasz első mérkőzése után volt, és ők úgy gondolták, hogy már akár a komoly edzéseket sem kell erőltetni, illetve a játékosok is egy picit könnyebben kezelték a dolgot. Kérdéses, hogy mennyire tudják összekapni magukat, de remélem, hogy ez nekünk fog jobban sikerülni, és meg fogjuk tudni mutatni, hogy mi szeretnénk jobban bent maradni. A két csapat a jelenlegi bajnokságban négyszer találkozott egymással. Az alapszakaszban a nyíregyháziak hazai pályán 4 ponttal győztek, Budapesten pedig négyszeri hosszabbítás után szenvedtek 2 pontos vereséget. A középszakaszban a fővárosban elszenvedett 27 pontos vereségért otthonában 13 pontos sikerrel vágott vissza a Marsó-Nyíregyháza. Nem tudom, melyik találkozóból kellene kiindulni, nyilván nem a vesztesből. Szeretnénk úgy játszani, mint a legutolsó, ami idehaza volt. Kontrolláltan jól kosárlabdáztunk ott, és nagyon jól megfogtuk az amerikai légiósokat. Szeretnénk kettőben legalább az egyiket limitálni. A két amerikai játékosuk, a Smith és Anderson közül egyiket legalább 15-20 pont alatt tartani, és támadással szerintem nem lesz baj, mert mostanában jól szervezetten működünk elől is. A két nyert mérkőzésig tartó párharc szombaton 18 órakor kezdődik Budapesten, a Gabányi Sportcsarnokban. A második meccsen szerdán 18 órától lépnek pályára a csapatok Nyíregyházán. Az esetleges harmadik mérkőzés pedig szombaton lesz a fővárosban. Ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium csapata a 6. korcsoportos frisbee diákolimpia országos döntőjében. Az együttes két tagja, Bodnár Tamás és Pollák Nándor bekerült a júliusi lengyelországi junior világbajnokságra készülő válogatott keretbe is. A frisbee a kosárlabdához és az amerikai focihoz hasonlóan az Egyesült Államokból indult el, így nem véletlen, hogy szabályai hasonlítanak a két népszerű sportágéhoz. Magyarországon 1992-ben Ózdon alakult meg az első csapat, a nyíregyházi Kródi diákjai pedig néhány esztendeje kezdtek el ismerkedni a világ több mint 50 országában űzött repülőkorong sportággal. A Magyar Diáksport Szövetség idén első alkalommal vette fel versenyrendszerébe a frisbit. A Budapesten megrendezett országos döntőben 41 együttes lépett pályára. A 6. korcsoportban induló 17 csapat közül a Krúdisok végeztek a 2. helyen. Megkaptuk egy igen erős debreceni csapatot, akit sikerült megverni a csoportkörben, és így 4 győzelemmel sikerült továbbjutnunk az elődöntőbe, ahol a Szent Gellért gimnáziummal találkoztunk.
őket 6-3-ra sikerült legyőznünk, majd a döntőben a Debreceni Fazekas Gimnázium tanulóival játszottunk egy szoros meccset, de végül 5-3-as arányban kikaptunk sajnos tőlük. Nagyon sok gyerekkel abból a csapatból együtt edzek Debrecenben, és hát tudni kell róluk, hogy nagyon erősek, és nagyon régóta játszanak együtt, nagyon tapasztaltak, úgyhogy ez számunkra egy nagyon nagy élmény volt ellenük játszani. A csapatból két játékos, Bodnár Tamás és Pollák Nándor bekerült a junior válogatott keretbe. Ha két nyíregyházi fiatal túléli a keretszűkítést, júliusban ott lehet a lengyelországi Wroclawban, a korosztályos világbajnokságon pályára lépő magyar csapatban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Innovációs, oktatási és közösségi központot adtak át Berkeszen. Az intézmény a Vai kastély egyik szárnyában kapott helyet. A Tűr István Képző és Kutató Intézet új centrumában oktató és közösségépítő munkát végeznek majd a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatásáért. Új magyar gyártású fehérbotot irattathatnak fel maguknak a vakok és gyengénlátók személy szakorvosuknál. Nem kerül sokba a látássérülteknek a bot, mert a TB 98%-ban támogatja. Az eszközt ma mutatták be Nyíregyházán. Az idei évad utolsó premierjét szombaton tartják a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A társulat egy kortárs szerző Egressy Zoltán művét, az idős utazást mutatja be Szőcs Artúr rendezésében. A komikus helyzetekben bővelkedő előadás egy időgép segítségével repíti vissza 1952-be a szereplőket, ám ebből sok bonyodalom származik. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 29-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalóval, a Krónikával várom majd Önöket. Műsorainkat és híreinket továbbra is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton napos időre számíthatunk. A ma átvonult melegfront mögött szombat estig többnyire alacsony nedvesség tartalmú, 1-2 fokkal enyhébb levegő áramlik fölénk. Kissé erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel változóan felhős idő várható, kezdetben térségünk keleti részén még előfordul eső, zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, esetleg egy-egy jelentéktelen zápor előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap eleinte még számítani lehet szűrt napsütésre, majd megvastagszik a felhőzet, de eső nem valószínű. A jövő hét első felében felhős, többfelé esős, szeles időre kell számítani. Számottevő javulás péntektől várható, a hétvégére melegszik is az idő.